Első és egyben nemzetközi díját kapta Lendvai Kristóf új filmje. A félúton az olaszországi Bariban aratott sikert, ahol a legjobb férfi mellékszereplő díját nyerte el Bellus Attila, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színművésze a Kisjáték filmben nyújtott alakításáért. Az Under the Stars International Film Festival negyedik Scorsese Edition elnevezésű fordulójában lett díjazott a filmben Endrét alakító színművész. A félúton első és rögtön nemzetközi kategória díja mellett a Kanizsai Kamasz által rendezett film is tovább jutott az ötfordulós fesztiválon. A szervezők értesítése szerint ugyanis a félúton bekerült a január 22-én szintén Bariban tartandó döntőbe. Az első alkalommal megrendezett versenysorozatba több ezren neveztek Ausztráliától az Amerikai Egyesült Államokig. Az eddigi négy fordulóba az előválogatások listája alapján több száz alkotást választottak ki, ezek között azonban Kristóf filmjén kívül csupán egyetlen magyar kisfilm szerepelt.